Sziasztok, Szandra vagyok, és ez most egy első benyomásos smink videó lesz, ugyanis kaptam és vettem néhány új sminket mostanában. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben a videóban veletek együtt, közösen kipróbálom ezeket a sminkeket, és megosztom veletek az első benyomásaimat ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Illetve lesz egy nyereményjáték is a videóban, mert hogy szeretném megosztani veletek ezt a sok szuper terméket, amit kapok, úgyhogy összeállítottam egy nagyon jó kis ajándékcsomagot. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit lehet nyerni, illetve hogy milyen újdonságokat kaptam mostanában, és hogy ezek hogyan működnek élesben, akkor mindenképpen tartsatok velem. Még annyit, mielőtt belevágnánk, hogyha tetszik nektek az, amit csinálok, akár a videók, akár az Instagram posztjaim, akkor nagyon örülnék neki, hogyha követnétek, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha bekapcsolnátok az értesítéseket, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Tényleg minden egyes új feliratkozónak, követőnek, like-nak, kommentnek mindig nagyon-nagyon örülök, mindig mindent elolvasok, még ha nem is tudok mindenre válaszolni, de azért igyekszem minél több kommentre reagálni. Szóval nagyon szépen köszönök nektek mindent, nagyon szeretlek titeket, és akkor most nézzük a sminkeket. Új alapozóm az most nincsen, úgyhogy a jól bevált L'Oréal Infallible alapozós tippet használtam. Ez a 120-as Vanilla Rose árnyalat, ez nagy kedvencem volt az elmúlt évben, és még most is az. Benne is volt a 2018-as kedvences videómban, hogyha még nem láttátok, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, mert ez egy nagyon szuper alapozó. Új korrektorom viszont van, ugyanis annyian áradoztak az Essence Camouflage Plus korrektorról, hogy én is megvettem. Ebből két verzió van, egy matt, illetve ez a Healthy Glow, amit én is megvettem, mert hogy nekem hajlamos kicsit kiszáradni ez a szem alatti rész, és én a 20-as Light Neutral árnyalatot vettem meg. Nem teszek föl belőle sokat, mert nem akarok túlzásba esni. Azt már most látom, hogy nagyon jó fedése van, úgyhogy nem kell belőle sokat használni. És valóban ilyen egészségesen ragyogó finise van. Láthatjátok, hogy nagyon szépen kivilágosította a szem alatti részt. Úgyhogy szerintem én nem is teszek fel ebből többet, mert ennyi bőven elég. Nagyon jó a fedése. Szép a finise, de hát én ezt most le fogom púderezni, mert ha nem, akkor nagyon hamar be fog ülni ide a szem alatti ráncokba. Úgyhogy a Laura Mercier Translucent Powdert használom. Teszek a T-zónámra is egy kis púdert, a jól bevált L'Oréal Too Match púdert használom a Rose Ivory árnyalatban. Ígérem, hogy a többi termék már mind újdonság lesz. Még mielőtt nagyon belemerülnék itt a sminkelésbe, teszek az ajkaimra a MAC Prep and Prime ajakápolóból, amit én rendeltem, és egy ilyen szedben volt benne. Picit ilyen fura szaga van. Valahol édeskés, de valahol picit ilyen műanyag illatú, de nagyon jól hidratál, és remélem, hogy megfelelően előkészíti az ajkaimat, mire oda jutok, hogy feltegyem a rúst, mert borzasztó állapotban vannak az ajkaim, szóval ez a hideg teljesen kicsinálja őket, szárazak, repedezettek. Borzasztó. És akkor menjünk tovább a szemöldökkel, mert hogy két újdonságot is kaptam. Az egyik az az Avon Mark Brow Tattoo Micro Styler ilyen kis szemöldök filc, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. Ez a Light Brown árnyalat, és ennek az a különlegessége, hogy ennek ilyen kis háromágú keféje van, és ezáltal sokkal természetesebb hatást lehet elérni. Úgyhogy ezt fogom használni a bal szemöldökömön, a másikon pedig a Maybelline Tattoo Brow szemöldök pomádét, ami egyébként ebben a dobozban kapható, ugyanis jár hozzá egy kétvégű ecset, aminek az egyik felén egy ilyen kis szemöldökkefe van, a másik felén pedig egy ilyen ferde szemöldökecset, és ez a 03-as Medium Brown árnyalat. Az az igazság, hogy én annyira nem szeretem ezeket a szemöldök pomádékat, mert nekem valahogy kicsit olyan pepecselős, én igazából a színezett szemöldök zseléket szeretem, de mindenféleképpen ki szeretném próbálni ezt is, mert hát ha.
megszeretem, úgyhogy ezt fogom használni a jobb szemöldökömön. Na de akkor nézzük először ezt az Avon Mark Brow Tattoo szemöldök formázót. Ez kicsit olyan, mintha ilyen szemöldök tus lenne, vagy szemöldök tinta. Az árnyalata az szerintem nagyjából jó. Én most így felvitel közben annyira nem érzékelem ennek a kis háromágú kefének az előnyeit, de szépen és könnyen lehet vele dolgozni. Ezt igazából én olyanoknak tudnám ajánlani, akiknek azért van szemöldöke, tehát akinek ilyen nagyon vékony, vagy nagyon kevés szemöldöke van, azoknak nem hiszem, hogy ez a legjobb megoldás, de nekem szerintem ez így teljesen jó. Biztos lehet még finomítani a technikámon, de szerintem nem rossz. És akkor a jobb szemöldökömön pedig ezt a Maybelline Tattoo Brow szemöldök pomádét fogom használni a saját kis keféjével. Először is átfésülöm a szemöldökömet, és akkor belemártom a pomádéba. Hú, wow! Hát ez eléggé pigmentált, mert éppen hogy csak belemártottam, de abszolút jó ez az árnyalat. Szerintem azt ti is látjátok, hogy eléggé béna vagyok így szemöldök rajzolásban, meg szemöldök formázásban, mert ahogyan mondtam, én csak egy ilyen színezett szemöldök zselével szoktam átfésülni a szemöldökömet, én nem nagyon szoktam így rajzolgatni, meg formázgatni. Szépen belefésülöm a szemöldökömbe a pomádét. És íme a végeredmény, hát döntsétek el, hogy nektek melyik tetszik jobban. Ha a kettő közül választanom kellene, akkor igazából nem tudom, hogy melyiket választanám, mert ezzel sem volt hosszabb vagy bonyolultabb megcsinálni a szemöldökömet, mint ezzel. Szóval hát nem tudom, írjátok majd meg kommentben, hogy nektek melyik tetszik jobban. És akkor jöjjön a szemsmink, mivel nincs itt nálam személy alap, így most az Essence Correctort fogom felkenni szemfesték alapnak. A szemsminkemhez ezt a Revolution Flawless palettát fogom használni, amiben 32 gyönyörűséges árnyalat található, vegyesen vannak benne matt, fényes, illetve csillámos színek, és így első ránézésre azt mondanám, hogy szerintem ez egy nagyon jó kis színösszeállítás, hiszen ezzel lehet csinálni nagyon szép natursminkeket, de akár ilyen erősebb alkalmi sminkeket is, hiszen vannak benne sötétebb színek is. Én most nem fogok nagyon durva sminket csinálni, ugyanis délután fogadóórára kell mennem az oviba, szóval nem szeretnék egy ilyen csillámos, füstös parti sminket állítani, viszont csinálok egy pár swatchot a kézfejemre, hogy ezért lássátok, hogy mi a helyzet. Na, gyorsan felkentem ide pár swatchot, és azt kell mondanom, hogy eléggé vegyes a festékeknek a minősége. Ez részben egyébként attól is függ, hogy melyiknek milyen finise van. Vannak olyanok, amiknek picit szárazabb, porolósabb a textúrája, de vannak olyanok is, amik egészen krémesek már-már, de azért ez szépen látszódik, hogy nagyon gazdagon pigmentáltak, úgyhogy arra semmiféleképpen nem lehet panasz. A fényes színek nagyon szépen fénylenek, és a matt színek is szerintem nagyon jól pigmentáltak, hát nyilván ez csak 8 szín a palettából, de azért szerintem ez így eléggé ígéretes, úgyhogy én most szerintem gyorsan feldobok egy natúr sminket. Azzal fogok indítani, hogy ezt a matt barna színt egy satírozó ecsettel felviszem a mélyítő vonalba. Ez egy porolósabb árnyalat, mert ahogy belemártottam az ecsetet, egyből szétröppent némi szemfesték, viszont szépen lehet satírozni.
A következő lépés az lesz, hogy ezt a sötétebb matt barnát egy kisebb fejű ecsettel felviszem a külső V-be, hogy egy picit mélyítsek a sminkemen, és igen, ez is spórol valamennyire, bár nem annyira, mint az előző szín, amit használtam. A szemhéjamra ezt a szép fényes színt fogom felvinni, mégpedig az ujjammal, mert úgy érzem, hogy ez így lesz igazán szép, és igen, nagyon-nagyon szép fénye van. Az alsó szempillasorhoz teszek egy leheletnyit ebből a szép, fényes, bronzos, barnás árnyalatból. A belső szemzugba pedig ezt a világos, fényes színt fogom felvinni egy pici ceruza ecsettel. Nagyjából elkészült a szemsminkem, és én most így elsőre azt tudom mondani erre a Revolution Flawless palettára, hogy nekem igazából nagyon bejön. Én eddig egy Revolution szemfesték palettát próbáltam ki, és azt is szerettem, és ez is abszolút rendben van, mondom, nagyon szépek a színek, pigmentáltak, intenzívek, szépen lehet őket satírozni, és szerintem nagyon kis szép lett a szemsminkem, nyilván majd teszek még fel szempillaspirált is. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha kerestek egy jól kihasználható szemfesték palettát, amiben vegyesen vannak matt és fényes színek, akkor nagyon tudom ajánlani ezt a palettát, plusz pont, hogy van benne egy remek tükör is, úgyhogy nekem ez tetszik. Na és akkor jöhetnek a szempillák, nagyon vártam már ezt a pillanatot, ugyanis a Maybelline Snapscara szempillaspirált fogom használni, amiről már rengeteget hallottam, és baromi kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a szempillaspirált. Ennek hagyományos keféje van, és egy picit ilyen ívelt a feje, úgyhogy nálam ez már pluszpont. És állítólag ezt a szempillaspirált le lehet mosni meleg vízzel, hát ezt most itt nem fogjuk kipróbálni a videóban, de lehet, hogy ezzel kapcsolatban majd valamilyen formában update-ellek titeket, viszont így most, amit látok, az nagyon tetszik. Nagyon szépen íveli a pillákat, nem tapasztja őket össze, nem visz fel túl sok festéket. Hát szerintem egyértelműen látszódik a különbség a két szempillám között. Most gyorsan kifestem a bal szempilláimat is. Nos, így néz ki két rétegben a szempilláimon a Maybelline Snapscara szempillaspirál, és nekem baromira tetszik, szóval szerintem gyönyörűek lettek a szempilláim, hatalmasak, íveltek, nagyon jó a keféje, mert nem visz fel túl sok festéket, nem tapasztja össze a pillákat, és nem kentem vele össze a szemhéjamat, ami csak azért nagy szó, mert én gyakorlatilag mindig minden szempillaspirállal összemaszatolom a szemhéjamat, de ezzel nem, úgyhogy eddig imádom, de egy picit tartok tőle, hogy ez mennyire lesz tartós, és nem fog-e elmaszatolódni, mert az, hogy meleg vízzel le lehet mosni, az engem egy picit aggaszt, úgymond, de amúgy viszont zseniális szempillaspirál. És mielőtt megcsinálnám a sminkem többi részét, nézzük akkor a nyereményjátékot. Ahogyan mindig ezúttal is a videó leírásában találjátok meg a nevezési feltételeket, tehát hogyha szeretnétek játszani a nyereményjátékon, akkor nyissátok le a videó alatti leírást, és ott találjátok a tennivalókat. Szerintem egy nagyon jó kis ajándékcsomagot állítottam össze, amiben van kettő Pupa Rock and Rose limitált sminktermék, az egyik egy monoszemhépúder, a másik pedig egy Metal Matte Lip Fluid folyékony ajakrúzs. Aztán lesz még az ajándékcsomagban kettő Maybelline smink újdonság is, az egyik az egy rúzs, a 379-es Fuchsia For Me árnyalatban, a másik pedig a Superstay
több funkciós kis stick, ezt lehet alapozóként is használni, vagy ilyen krémes kontúrstickként. Lesz még az ajándékcsomagban kettő limitált Yves Rocher termék is, az egyik az egy Golden Tea ajakápoló, a másik pedig a Red Apple radírozó tusfürdő. Valamint beleraktam a csomagba egy Bourjois Eye Catching szempillaspirált, és egy Avon True Neutral Effects olajos micellás minkeltávolítót. Remélem tetszik nektek ez az ajándékcsomag, hogyha igen, és szeretnétek játszani, akkor olvassátok el a videó alatti leírást. Következő lépés a bronzosítás lesz, amihez a Maybelline City Bronzer bronzosítót fogom használni. Ez a 100-as Light Cool árnyalat, és ennek nagyon finom, nem is tudom, ilyen vaníliás, cukorkás, édeskés illata van, nem túl erős, szóval nem mondanám irritálónak, és ez egy matt bronzosító, picit talán sárgás, de nem vészes. Ahogy belemártom az ecsetet, porol valamennyire, de nem vészes. Engem igazából annyira nem szokott ez zavarni, szóval, hogyha amúgy szépen lehet dolgozni vele, akkor nem érdekel. Teszek a halántékomra is egy kicsit. Igazából nekem bejön ez a bronzosító, nagyon szép, kellemes hatás lehet vele elérni, jó a textúrája, kellemes az illata, nem azt mondom, hogy kiüti a nyeregből a Physicians Formula Butter Bronzer bronzosítómat, mert azt gyakorlatilag szinte semmi nem tudja kiütni a nyeregből. Jöhet a pirosítás, amihez ezt a Revolution Pro Glow 2-es highlighter palettát fogom használni. Ebben 8 szín található, már csináltam is swatchokat a készfejemre, és láthatjátok, hogy nagyon intenzíven fénylenek, és elképesztően pigmentáltak, szóval ez nem egy visszafogott kis highlighter paletta. Jelnézve a színeket, ezeket nem csak highlighterként lehet használni, hanem természetesen pirosítóként is, vagy akár szemfestékként is, szóval igazából ez egy ilyen multifunkciós paletta. Ebben csak és kizárólag fényes színek vannak, úgyhogy ezt mindenféleképpen vegyétek figyelembe. Én most így hirtelen nem is tudom, hogy melyiket használjam pirosításra, mert hogy eléggé brutálisak ezek a színek, és egy picit félek, hogy hogyan mutatnak majd az arcomon, de szerintem legyen ez itt. Majd megpróbálok óvatosan bánni vele. Amúgy az a helyzet, hogy én egy ideje már leszoktam a fényes pirosítókról, legalábbis az ennyire nagyon fényes pirosítókról. Inkább matt, vagy maximum szatén finisű pirosítókat szoktam használni, és akkor pluszba teszek fel highlightert. Láthatjátok, hogy ennek bizony van fénye, és nagyon-nagyon keveset kell belőle használni, szóval épp hogy beleváltottam az esetet, és nézzétek meg. Hát valami brutális, hogy mennyire pigmentált. Igen, túl sok pirosítót sikerült felvinnem, pedig esküszöm, alig mártottam bele az ecsetemet. Szóval ez egy nagyon pigmentált paletta, úgyhogy ezt mindenféleképpen vegyétek figyelembe. Meg hát ebben csak és kizárólag fényes színek vannak, és én azt mondom, hogy ha már arcavaló paletta, akkor én örülnék, ha lenne benne egy matt bronzosító, meg egy matt pirosító, és akkor lehet még mondjuk két highlighter. Szóval nekem ez így ebben a formában annyira nem a kedvencem, de hogyha valaki szereti a fényes pirosítókat, meg különböző színű highlightereket, akkor annak érdemes ezt megnéznie. Tudom, hogy fényes pirosítót vittem fel, de ettől függetlenül fogok highlightert is használni, mert imádom a highlightereket, és itt van ez a Pupa Globe Session Highlighter, amit eddig még nem próbáltam, ez a 001-es árnyalat, és ez egy hihetetlenül gyönyörű highlighter, már csak így ránézésre is, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan mutat az arcomon. Hát csak a kamerán látom igazán, hogy ez mennyire brutálisan fényes. Jó, hát sikerült túlzásba estem a highlighterrel, de annyira gyönyörű fénye van ennek a Pupa highlighternek, hogy egyszerűen nem lehet leállni vele. Nem tudom, hogy ez így mennyire való Oviba fogadórára. Minden esetre ez
valami csodálatos, és több árnyalatban is kapható. Nagyon remélem, hogy nem limitált, mert ezt még decemberben kaptam, de ha érdekel titeket, akkor nézzetek szét a Pupa weboldalán, mert szerintem ez egy csodálatosan szép highlighter. És akkor jöjjön a sminkem megkoronázása, azaz az ajkak. Van itt három új Maybelline rúzs, amiből ezt én vásároltam, a másik kettőt pedig tesztelésre kaptam. Először is itt van a 382-es Red For Me, ami egy matt szín, és úristen, ez valami hihetetlenül szép, és elképesztően krémes, szóval szinte ráolvadt a kézfejemre. Aztán itt van a 385-ös Ruby For Me, ami viszont krémes finisű, és ez egy picit bordósabb, gazdagabb árnyalat, de ez is gyönyörűséges, és ennek is hihetetlenül krémes állaga van. És végül, amit én vettem, az a 376-os Pink For Me, ez is krémes finisű, és ez egy ilyen gyönyörűséges, nude, rózsaszínes májvás árnyalat, hát ez az én színem, nyilván ezért vettem meg, ez valami hihetetlenül gyönyörűséges, úgyhogy ezt fogom most felkenni. Úristen, ennek annyira zseniális textúrája van, hogy nem tudom szavakba önteni nektek. Jó, én szerelmes vagyok ebbe a rúzsba minden tekintetben. Nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű a színe, a finise. Úristen, imádom. Annyira jó textúrája van, hogy egyszerűen nem tudom tényleg elmondani nektek, hogy mennyire. Szinte ráolvadt az ajkaimra, és nagyon-nagyon pigmentált, és annyira kellemes viselet, olyan hidratáló, balzsamos állaga van, nagyon-nagyon jó érzés az ajkakon, és egyszerűen gyönyörű ez a szín, meg ez a textúra, meg ez a finish, meg minden. Ja, és az illata, ilyen édeskés, cukorkás, vaníliás illata van, kicsit egyébként a Prada Candy parfümre emlékeztet az illata. És íme elkészült a sminkem, nekem igazából nagyon tetszik, abszolút elégedett vagyok a végeredménnyel. Hogyha nektek is tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve írjatok kommentet, hogy nektek hogy tetszenek ezek az újdonságok, amiket itt bemutattam. És mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a kis csengő ikont is, ugyanis akkor mindig kaptok értesítést, hogyha új videót töltök fel. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!